Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a Tiszta Föld Dharma Közösség és Csongam Szöni nevében is. A mai előadást egy rövid bevezetővel kezdeném, amely rövid bevezető a Buddha életéből származik, és életének egy olyan szakaszából, amikor tulajdonképpen a válaszút elé állt, és eldöntötte, hogy a további életét hogyan fogja folytatni, megkezdeni tulajdonképpen. És ez a történet arról szól, hogy a királyfi, aki egy hihetetlenül gazdag családnak a gyermeke, egy szem fiú gyermek, és aki a apjától mindent megkapott ahhoz, hogy a világ összes szépségét lássa csak és kizárólag, ő neki az életében jött egy olyan pillanat, amikor megváltozott a élete. Az első ilyen alkalom, amikor egy kikocsizott a királyságba, mert nagyon szeretett kikocsizni a királyságba, és az istenek oda varázsoltak elé egy öreg aggastyánt, aki meghajlott hátú volt, őszhajú, csorbafogú, és akinek láttán, mivel egy soha ilyet nem látott még előtte, a szívét elrálta a kétségbeesés. Fogta, mikor látta a valóság egy bizonyos aspektusát, visszafordult, és utána hazament. A király megtudva az, hogy mit látott, nagyon nagy színházi előadásokat és mindenféle lakomát, mindenféle mai szóval élve bált és kis kellemes környezetet biztosított számára, hogy felejtse el azt, ami történt. De ő természetesen nem felejtett el. Következő alkalommal ismét kikocsizott, és ismét meglátott valamit, amit előtte még soha, meglátott egy beteg embert. Egy beteg embert, aki a testének súly alatt összeroskadva látta a szenvedést, és mutatta a szenvedés jeleit. A királyfi ezt meglátta, visszafordult, és úgy döntött, hogy ezt nem tudta feldolgozni. A király ismét megszervezte számára a lakomákat, a különböző ünnepségeket, és hogy elfelejtesse vele, hogy mit látott. És végül harmadszorra is kikocsizott, amikor pedig egy halottat látott. Az istenek egy halott képét mutatták előtte, amiről szintén nem látott már korábban. Visszatért, miután meglátta ezt a számára ismeretlen dolgot, visszafordult, és visszatért a palotába, ahol ismét megpróbálták az összes eddig látott dolgot elfeledtetni vele különböző bálokkal és különböző szórakoztató műsorokkal. És harmadjára is, vagy negyedére is kiment kikocsizott a kertbe, amikor is meglátott egy remetét, amit szintén az istenek mutattak felé. És mivel senki nem ismerte a remeteséget, a kocsisa, akitől megkérdezte, hogy ki ez az ember, ő sem ismerte ezt, azt mondta neki, hogy hát ő egy remete, és elkezdett beszélni arról, hogy tulajdonképpen a remeteségnek és a szerzetességnek mi az, ami a érdeme, és mi az, ami az elsődleges szerepe. A királyfi szíve, ami eddig folyamatosan fel volt dúlva, megnyugodott, és arra az apra kimaradt a kertben, és ott töltötte az éjszakát. Ezzel csak azt szerettem volna mondani, és az lett volna a bevezetőnek ez a része, hogy ebben a világban nagyon-nagyon gyakran találkozunk azokkal a helyzetekkel, amivel mi sem tudunk mit kezdeni, és visszafordulunk bizonyos helyzetektől. Elfordulunk a szegényektől, elfordulunk a betegektől, elfordulunk minden olyan helyzettől, ami számunkra kényelmetlen. Sohasem a segítség leggyakorban, hanem a visszafordulás van, hogy minél kevesebbet lássunk belőle. Minden egyéb tevékenységünk, ami ebben az életben megvan, az arról szól, hogy ezeket a képeket, ezeket a látványokat lehetőség szerint mi hamarabb tudjuk elfelejteni, és mi hamarabb valamilyen úton módon ezt a tudást, amit ezzel a bizonyossággal látunk, ezt igyekezzük lerombolni. A szerzetes az, aki ebben a helyzetben, ami a világban van, amely eléggé feldúlt, eléggé felfokozott világ, a szerzetes az egyetlen, aki mutatja azt a nyugalmat és azt a fajta kiszabadulási lehetőséget, amely a valódi természetünkhöz vezet.
Éppen ezért az egyik legfontosabb dolog az, hogy látunk ebben a világban szerzeteseket, és időnként ezekkel a szerzetesekkel tudunk találkozni. Én azt szeretném csak ezzel a rövid kis példával illusztrálni, hogy mennyire fontos a szerzetes lét, a szerzetesség, és az a bizonyíték, hogy Buddhának tanítása 2500 év után mind a mai napig továbbra is él, továbbra is átadásra kerül, és lehetőségünk van ezeket meghallgatni. A szerzetes szájából és a szerzetes mozdulataiból a Buddha beszél hozzánk. A Buddha, amit tanított nekünk tanításokat, az ő általa lesz élő, és ő általa mutatja fel azt, hogy ebben a világban mind a mai napig megvannak ezek a képességek, és megvan a lehetőség a kiszabadulásra. A tanítónk szerint egy nagyon-nagyon számomra is kedves mondatot mondott egyszer, ami azt mondta, hogy ebből a szamszárából, ebből a világból, ami ennyire fel van dúlva, kivezető út egyedül befelé vezet. Tehát csak a belső dolgaink megismerésével tudunk kiszabadulni. A világot megváltani közvetlenül nem tudjuk, csak magunkat tudjuk megváltani és megváltoztatni, hogy ezt a világot élhetővé tegyük. Én ennyit szerettem volna egy bevezetőként mondani, és megköszönni azt, hogy a Csongam Szunim elvállalta ismét, hogy eljön Veszprémbe és nekünk előadást tart, és fogadják őt nagyon sok szeretettel.